Időutazás Nyíregyháza belvárosában. A Magyar Huszár Alapítvány 1991 óta két évente szervez nagyszabású huszár találkozót. Az idei lesz a 18. a sorban. A belvárosi gyalogos és lovas díszmenetet követően honvédelmi családi napot is tartanak a Sóstói Múzeum faluban. Szinte az első alkalom az, hogy a magas katonai vezető nem csak a központünnepségen vesz részt a országzászlótén a Magyar Huszár szobrán, amikor a Sóstóra is. Most pedig úgy lesz, hogy Szalai Bobrinszky Kristóf miniszter úr nem csak ünnepi beszédet mond a Magyar Huszár szobránál, hanem délben a Sóstói Múzeumfalban ő nyitja meg a családi nap rendezvényét, tehát tulajdonképpen egész magas szintre kerül ez a családi nap ezzel, hogy miniszteri megnyitó hangzik el. És hát tulajdonképpen mi is örülünk annyiban, hogy igaz, hogy ugye elmondtam a sajtótájékoztatón, hogy már élő huszár nincsen, de a huszár leszármazottak közül is egyre többen, most is mintegy 70 embert várunk. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2011 óta vesz részt az eseményen. Székely Tibor, a szervezet elnöke elmondta, a huszárok a hazaszeretet, az áldozatvállalás és a kitartás örök példái, amely a fiatalok számára is utat mutathat a mai értékvesztett világban. Hozzátette, a szövetséghez tartozó hagyományőrzők valamennyien elhivatottak a magyar könnyűlovasság történetének ápolásában. Most elég nehéz helyzetben vannak a hagyományőrzőink, hiszen a Szent István napi nagy rendezvények országszerte rendkívüli komoly letereltséggel terhelték az egyesületeinket, de ennek ellenére így kisebb csapatok érkeznek, és így 33-34 huszárral azért tudjuk képviselni a különböző korszakok, de inkább a 19. és a 20. század huszárait. Többnyire a 48-asok lesznek jelen, és azok a monarchiás huszárok, akik Hódmezővásárhelyről, illetve innen napkorból érkeznek. A szombati honvédelmi családi napon többek között a huszárság történetét bemutató előadások, bemutatók is várják az érdeklődőket a Sóstói Múzeum faluban. A színes programokat egy látványos huszárrohammal zárják majd. A 18. huszártalálkozó vasárnap megemlékezéssel ér véget.